Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban itt a képen látható Tillig gyártmányú cseh másodosztályú modernizált nemzetközi gyorsvonati kocsit fogom nektek bemutatni egy kicsit közelebbről. Hogy került hozzám ez a kocsi, és miért ezt a kocsit választottam? Ez a kocsi, ez egy Magyarországra bejáró típus, a BEE típus, 2070-es középszámcsoportú jármű. Ez egy felújított Y-kocsia a cseh vasutaknak, és elég sok Magyarországra is bejáró nemzetközi vonatban fordult meg ez a jármű, az elmúlt 10 év során, amióta szolgálatban van a cseh vasutaknál. Úgyhogy én ezt a járművet gondoltam így első körbe beszerezni, illetve hát még hozzá a szerelvény többi részére még Acme, illetve Rokó kocsikra gondoltam. A kocsi maga a Tillignek a járműve. Ugye a Tilligtől ismerjük a korábban kiadott cseh kocsikat, mint például ezt a klasszikus Y-kocsit. Őt, ugye neki még ilyen kis régi rendes feljáró ajtaja van, illetve ugye ez a nem klimatizált kivitel a lehúzható ablakokkal, tehát ez a régi alapkocsia volt a Tillignek, és pár évvel ezelőtt kijött a Tillig ezzel a modernizált változattal, ami már ez a lengő tolóajtós verzió volt, egy kicsit más kocsi végekkel is. Hát ez a kocsi, ez egy jó nagy kompromisszum, és mindjárt el is fogom mondani, hogy miért. Mi az, ami nektek elsőre feltűnik? Ez itt, ugye? Az ajtó. Valahogy nem adja ki. Nem tudom, hogy mi volt itt a koncepciója a gyártónak. Én arra tudok tippelni, hogy fogták a másik kocsinak a szerszámát, és a szerszám betétnek a végét módosították csak, ugye azt a részt, ami itt a kocsi homlokfala is itt a ajtó környékén van. Csak úgy tudom elképzelni ezt a dolgot, mert ez az ajtó, ez valahogy ez nem az igazi. Túl keskeny, nem? Ez egy IFE ajtó akar lenni, egy IFE lengőtoló ajtó, és mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki ez az ajtó a MÁV-os Intercity kocsin, mert ezen a kocsin pontosan ugyanez a típusú ajtó van. Látszik itt is, hogy ez sokkal szélesebb. Tegyük csak mellé. Nézzük csak meg a két kocsit. Sőt, hogyha fogunk egy tolómérőt, és megnézzük az ajtónak a szélességét, akkor rögtön kiderül az, hogy bizony a Tillig egy picit elmérte ezt a dolgot. 9,36 mm mutat a tolómérőm, míg a MÁV-os kocsinál, hát így rátéve is látszik, hogy ez jóval több. Itt bizony 10,78 mm-ig kúszik fel. Az azt jelenti, hogy 1,5 mm a különbség a két ajtó szélessége között. Ugye ez már azért látható is. Feltételezem, a Tillig úgy volt vele, hogy hát megpróbálja kihozni a legtöbbet a már meglévő szerszámból, és ha közelről megnézzük a dolgot, akkor talán látszik is, hogy itt van egy ilyen kis nyoma annak, hogy hát a szerszám betét az innentől kezdve hátrafele a kocsi vége fele új darab. Ott van egy nagyon pici ilyen kis látható ilyen jele a két szerszám betét találkozásának, illetve ugye a kocsi vége az új darab. Szóval valószínűleg úgy volt vele, hogy a már meglévő szerszámot módosítja, és hát ennek sajnos ez lett a következménye, hogy ez az ajtó így már ugye nem fért el azzal a teljes szélességgel. És akkor itt van mondjuk a Vagonwebnek az oldala, és találtam is erről a kocsiról rendes nagy képet. Hát nézzük hozzá ezt a mi járművünket. Ugyanaz az oldal, tehát a fülke sor felüli oldalt mutatom most. Ami látszik ugye elsőre, amit mondtam, hogy ez az ablak, ez szélesebb, és ez az ajtó meg keskenyebb, tehát ez itt nem stimmel, illetve itt fönt bizony itt hiányzik egy darab szellőző erről az oldalról, illetve ennél az ablaknál is az osztása az más, tehát ez a kis osztás, ez följebb van ugye az igazi kocsin. Ami annyira nem látszik a fényképen az, hogy itt az alvászdobozoknál, itt ezen az oldalon, és itt van
egy-kettő darab nagy doboz. Itt van ugye a középső a légtechnika, itt helyesen nincsen semmit. Nézzük meg a másik oldalát a járműnek. Itt is ami rögtön feltűnik, hogy itt a szellőzők itt vannak, az igazi kocsin pedig nincsenek, illetve ez a folyosóablak itt az igazin teli, itt pedig van benne egy ilyen kis osztás. Ezen felül ugye ami még nagyon érdekes számomra, hogy ugye itt föltamponozták a szellőzőnek a kis dolgát, viszont rossz helyre tamponozták, mert ennek nem itt kéne lennie, ahol itt van, hanem itt középen a légtechnika fölött, tehát hogy ez máshova került ez a kis tamponozott dolog, úgyhogy hát ezt egy picit elnézte a gyártó, illetve ami itt is látszik, hogy az alvász dobozok, itt hátul az talán jó helyen van, viszont utána itt ezek nem stimmelnek, ezek az alvász dobozok. A forgóváz tekintetében egy picit szomorú voltam, mert látszik itt is talán, hogy ezek bizony továbbra is ugyan a görvic forgóvázak, viszont itt vannak fönt a kis féktuskók, holott az igazi járművön már tárcsafékes forgóváz van. Egyébként szerencsére a Tillig úgy gyártotta ezeket a forgóvázakat, hogy maga a féktuskós dolog az egy leszedhető kis alkatrész, tehát ezt viszonylag könnyen ki lehet innen műteni, és akkor kapunk egy féktuskó nélküli kis forgóvázat. Annyi a hátránya a dolognak, hogy sajnos itt, ahogy látjuk, ha világítást akarunk beleszerelni, akkor az nem fog működni, illetve a kocsi oldal stabilitását is némileg megbontja az, hogyha ezt leszedjük, és a forgóváz az így fog jobbra-balra járni. Normál esetben szerintem nem okoz neki gondot, én kipróbálgattam, és szépen jár így is vele, de hát azért nem az igazi a dolog. Barbárkodni pedig nem szerettem volna vele, tehát ezt a féktuskos részről ugye le lehet csippengetni a féktuskókat, de inkább hagytam a dolgot, nem akartam szétbuherálni ezt a kis alkatrész, ki tudja még mennyit fog egyszer érni egy ilyen kocsi a jövőbe, úgyhogy nincs szétbuherálva. A kocsi belseje is érdekes, ott én úgy néztem, az igazi járművön úgy vannak, hogy ilyen szürke színű már az üléshúzat, itt maradt ez a piros, tehát erre nem figyelt a gyártó, nem lett volna olyan nagy dolog más színű anyagot betölteni a fröccsöntőgépbe, de hát ezt hagyták ilyen pirosnak, viszont összességében azért annyira nem rossz ez a jármű, főleg, hogyha hozzávesszük az árát. Ezek a kocsik ilyen 15-16 ezer forintos áron találtak gazdára akkor, amikor még lehetett őket kapni a modellboltokban. Én 16 ezer forintért vettem most használtan, úgyhogy szerintem egy nagyon korrekt ár egy ilyen járműért. Ugye ismerjük azt az eBay-es ilyen tendenciát, hogyha valami már nem kapható vasútmodellből, akkor ilyen másfélszeres, kétszeres árat is kérnek érte. Szerencsére én találtam itthoni bőrzefórumon egy eladó ilyen kocsit, és hát azért nem kellett ilyen horribilis összegeket fizetni érte. Nem egy Acme minőség, de még csak nem is egy rokó, egy egyszerűbb, hát látszólag költséghatékony módon megpróbált járműről van szó. Igazándiból nekem mondom, itt egy ilyen 70-es vonali klasszikus Eurocitybe fog majd bekerülni. Egy Metropolitánba tökéletes, vagy a korábbi évekből például a Szlovánba, vagy valami hasonló vonatba is megállja a helyét. Kinézetre, feelingre úgy hozza az igazi kocsit, de hát azért részleteibe menve azért tényleg azért az ember talál hibákat. Még úgy is, hogy én nem vagyok nagy szakértője a cseh járműveknek, úgy is feltűnt ez a néhány dolog, amiben nem stimmel ez a kocsi. Ha esetleg van nektek is tapasztalatotok ezekről a Tillig kocsikról, akkor mondjátok meg, osszátok meg, hogy szerintetek belefér egy ilyen baki mindez az ajtó, vagy nem fér bele. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!